Ahol most vagyunk, az Roth Miksa üvegfestő és mozaik művésznek a lakása Budapesten, a 7. kerület Nefelejts utca 26-ban. Ez most egy kis múzeum 1995 óta. De hát beszéljünk Roth Miksáról és az ő családjáról. Roth Miksa, ahogy mondtam, üvegfestő és mozaik művész volt, a család generációkon keresztül üvegfestészettel foglalkozott. Az apja is, Roth Zsigmond, sőt a nagypapa is, Roth Sámuel, aki a mai borsodabahui Zemplén megyei Szendrőn élt, és azt már tudjuk, hogy 1830-ban üvegfestő volt. A család anyai és apai ágon zsidó család volt. De hogyha megnézzük az 1800-as évek elejét, akkor az üvegesek között a zsidók jelentősebb számban voltak, mint mondjuk egyébként. Mi lehetett ennek az oka? Hát többek között az, hogy Mária Terézia bővítette azt a taxatív felsorolást, azt a listát, amelyik a zsidó vallásúak által művelhető tevékenységek körét szabta meg, akkor bekerült ebbe az üvegesség is, és vélhetőleg Miksának a nagyapja ez alapján kezdett üvegesként dolgozni. Ahogy mondtam, az 1830-as években 1840-ig, tehát 10 évig Szendrőn dolgozott, majd följött Pestre, mert onnantól fogva 39-től lehetett szabadon költözködni. Sámuel azt gondolta, hogy hát olyan jó üvegesmester, és szabadon költözhet Pestre, akkor nyilvánvalóan itt is majd üvegesként dolgozhat. Na hát ez nem pont így volt. Roth Sámuel fölköltözött Pestre, és kezdett volna itt üvegesmesterként dolgozni, csak hogy volt egy apró kis probléma. Pesten működött a Pesti Magyar Üveges Cég, amelyik a nevétől eltérően főleg németekből állt. Ezek a németek pedig nem nagyon örültek a konkurenciának. Egyáltalán már az rettenetesen szörnyű elmaradottságot mutatott, hogy az 1800-as években Magyarországon és annak a fővárosában is céhek vannak. Azért, mert a céhek a világon mindent szabályoztak, hogy hánykor kell fölkelni, hány órát lehet dolgozni, mit kell termelni, miből, hogyan, hol lehet eladni, meg azt is, hogy hova mehet szórakozni mondjuk az inas. Tehát ez nagyon középkori dolog volt, és ebben az időben a világban már 1000 fős gyárak vannak, már nem csak Amerikában, Angliában, de Csehországban, vagy Ausztriában is. Na Magyarországon viszont még csak ezek a céhek vannak. Azok a céhek, amelyek nem igazán örültek annak, hogy mondjuk Roth Sámuel följött Pestre, és ő itt üvegesként akar dolgozni. Ezért a céh kötött egy megállapodást a városi zsandárokkal, hogy akik nem céh tagok, de üvegesek, azokat mondjuk negyedévenként egyszer kapják el, ültessék be a tömlőcbe, törjék össze az árujukat, és megalázó szándékkal a feleségüket pofozzák meg. Folyamatosan így tették ezt Roth Sámuellel is. Az összes panaszbeadványa, fellebbezése és levele a mai napig is megvan, és a fővárosi levéltárban olvasható. Nos, Sámuel vagy 10 éven keresztül küzdött ezzel, hogy ő itt nyugodtan dolgozhasson és művelhesse a szakmáját, amihez nagyon jó színvonalon értett. Még nem részt vett az 1848-49-es forradalom és szabadságharcban, természetesen a magyarok a fölkelők oldalán, amiért utána teljes vagyon elkobzásra ítélték. De aztán lassan jött Ferenc József, akit itt mellettünk láthatunk, és elkezdődött a monarchia kiépítése, osztrák-magyar monarchia műként. A céheket szó szerint betiltották, és azóta vannak például a KFT-k. És Zsigmond az ő fia, Sámuel fia, és Roth Miksa apja, pedig már az egyik legnagyobb üvegkereskedő és üvegfestő lett itt addigra már Budapesten.
Tehát valamennyire rendeződtek a viszonyok az osztrák-magyar monarchia idejére, Miksa pedig kitanulta részben otthon az apjától és a nagyapjától az üvegfestőmesterséget, de aztán később Németországba, Angliába, Franciaországba és Belgiumba is. De van itt nálunk a múzeumban egy vicces kis kép, ami Miksának az egyik első képe, amit készített, ennek megvan még az eredeti vázlata is, rajza is. Ami ugye látjuk, hogy egy ilyen keresztény kép, Mária van ott, a gyermek Jézus tartja a kezébe, és itt ül egy fiatal ember, aki olyan kamaszkorú, a Jézus pedig kisbaba, de mivel ikonográfiából látjuk, hogy ott van a kezébe a kereszt, valamint ilyen farkasbőr ruha van rajta, ezért lehet tudni, hogy ő keresztelő Szent János. Csak hogy keresztelő Szent János anyukája és Mária együtt voltak terhesek, tehát ők valóságosan egykorúak voltak. Azaz ez a kép is mutatja azt, hogy Rótt Miksa hát még igazából nem volt teljesen otthon a keresztény dogmatikában és ikonográfiában, amikor ezeket a képeket készítette. No, a későbbiekben ezen változtatott, és nagyon pontosan tudta azt, hogy meg kell felelni a történelmi hűségnek, vagy azoknak a dogmatikai elveknek, amiket a képeken meg akar jeleníteni. Hát, ugye ez is egy Mária kép, ezt körülbelül 15 évvel később készítette. Amikor ezt csinálta, nagyjából az előtt egy évvel tért vissza a külföldi tanulmány útjáról, amikor Steindl Imre, aki ekkor a Műegyetem építészettörténeti tanszék vezetője volt, később pedig mondjuk azért is tartjuk számon, mert a parlamentnek a tervezője is egyéb volt. Steindl Imre egy kis templomnak az újjáépítéséhez rendelt Rótt Miksától, az akkor még nagyon fiatal gyerektől ablakokat, és ez Mária falvára, most ez Burgenlandban van, Máriasdorfa neve, készült ablak egyike. Steindl Imre volt az, aki mint professzor megtanította azt Miksának, hogy a történelmi hűség mennyire fontos, valamint megtanította neki azt, hogy a középkori üvegfestő technikát jó, ha használja, és ennek az elemeit újítja meg. Mit jelent ez ezen a képen? Nézzük csak, kis olyan üvegdarabokból építette föl ezt a képet, amelyek anyagukban színezettek, tehát a zöld nem azért zöld, mert zöldre festik, hanem zöld színű üveg, a kék, a piros, ugyanígy. Majd pedig magukat, az üvegdarabokat bekente egy fekete színű vasoxid festékkel, amiről visszakaparta, vagy visszatörölte a mintát, hogy a fekete háttérből még jobban, még élénkebben tűnjenek elő ezek a színek, ezek az alkotás részek. Majd pedig az egészet ólom sínekkel erősítette össze. Igaz, előtte még kihagytam azt, hogy rá kell égetni a festéket, tehát körülbelül 700 fokon fölhevítik az üveget, hogy a festék a felső réteghez hozzáérjen, és akkor akár 1000 évig is úgy marad. Most jön az, hogy ólomsínekkel összeerősítik, és így olmozott üvegfestményt hoznak létre. Nem ólomüvegfestményt, mert az ólomüveg az a kristály üveg, aminek az üveg anyagának 25%-a legalább ólom. Itt csak ólomsíneket használtak, elég sokat. Rótt Miksa ezt a kora középkori üvegfestő technikát alkalmazta igazából élete végéig, eltekintve a szecessziós időszaktól. Az 1800-as évek Magyarországán a historizmus volt a művészeti irányzat. A historizmus az az irányzat, amelyik az előző nagy történelmi korszakoknak, tehát a gótikának, a reneszánsznak, a barokknak egyes elemeit új
újítja fel és használja a saját műalkotásainak megteremtéséhez. Ezért a historizmus az imádta a történelmi jeleneteket, a fő megrendelők azok általában arisztokraták voltak, akik pedig nagyon szerették azt, hogyha az ők nagypapa valamelyik csatában ül a lován, vagy hátra nyilazik pár duzbőr kacagányba, vagy valami hasonlóba festik meg. De hát ez az újjá alakuló polgárságnak, pláne a zsidó polgárságnak már nem volt annyira fontos. Ki tudta azt, hogy az ötödik nagypapa mit csinált, vagy ha viccelni akarunk, akkor mit árult annak idején. Ekkor jött a polgárság művészete az 1890-es évek végén, amit mi magyarok és osztrákok szecessziónak nevezünk, a németek Jugendstilnek, a franciák Art Nouveau-nak, az amerikaiak pedig Art Craft-nak vagy Tiffany Style-nak, Tiffany stílusnak. Üvegművészként fölfedezett egy üvegfajtát, amit aztán később róla neveztek el Tiffany üvegnek. Ez az üveg nem is egyfajta, hanem több volt. Az egyik az, hogy ilyen márványos felületű volt, tehát a felülete különböző színekből tevődött össze, vagy a másik az, amikor opalizáló, tehát mint a kagylónak a belső oldala, ilyen opalizáló üveg volt. Ennek a Tiffany üvegnek a sajátossága az, hogy annyira dekoratív, hogy erre nem is nagyon festettek, mert maga az üveg szépsége varázsolta el az embereket. És Roth Miksa volt itt Közép-Európában az első olyan művész, aki a Tiffany üvegeket elkezdte használni. Ő már 1896-97-ben Tiffany üveggel dolgozott, holott Tiffany majd csak 1900-ban fog Európában bemutatkozni, és Amerikában is 93-ban volt az első jelentősebb kiállítása. Tehát rendkívül új volt az, amit Roth Miksa csinált, és a szecesszió művészete volt az, ami az ő életművében talán a legsikeresebb és a leglátványosabb alkotásokat hozta. Itt van például ez a gyönyörű fa szerkezet, amin fölül üvegek vannak. Ezek az üvegek igazi eredeti Tiffany üvegek, amiknek a készítését még Louis Comfort Tiffany saját személyében ügyelte föl és ellenőrizte. Nos, ezekből készített Roth csodálatos mintájú díszeket ebbe a fa szerkezetbe, ami egyébként egy Vácon élő közjegyzőnek az ebédlőjét és a téli kertjét választotta el annak idején. Maga a fa szerkezet pedig abszolút olyan neoreneszánsz, tehát a historizáló korszaknak a terméke. Ez mutatta azt, hogy Roth Miksa művészetében a historizmus és a szecesszió az nagyon, nagyon szépen egészítette ki egymást harmonikusan, és olyan alkotásokat készített, amelyik nem csak egy-egy részét mutatták be, hanem az egészet. Vagy pedig mögöttem, ami látható, az Alpár Ignác, ő egy kiváló építész volt, villájába készült. Alpár Ignác az egyik legnevesebb építész volt, aki például azt az épületet, amit most Vajdahunyadvárnak nevezünk, ami a millenniumi kiállításra, tehát a honfoglalás ezredik évfordulójára készített kiállításra a magyar építészet történetet mutatta be. Nos, ennek volt Alpár Ignác a tervezője, de ezen kívül ő volt a pénzpalotáknak, a bankoknak a tervezője. Ezekből a bankokból ma többnyire minisztériumi épületek vannak, így a mai pénzügyminisztérium, a mai belügyminisztérium, a mai gazdasági minisztérium mind Alpár által tervezett épület volt, ugyanúgy, mint a Magyar Nemzeti Bank. És ezekbe mindbe Roth Miksától rendelt gyönyörű üvegfestményeket. Majd pedig, amikor Alpár Ignác
a saját 20. házassági évfordulójára Orth Antóniának, a feleségének épített egy icipici kis villát a Pasarét tetején, akkor ide is rendelt Rót Miksától egy képet, egy szecessziós képet, ami két pávát, virágokat és a szecesszió mintakincsének a többi szimbolikus elemét tartalmazza. Ez ebből igazából meg tudjuk érteni, hogy milyen a szecesszió, másrészt pedig láthatjuk azt, hogy mennyire szép, dekoratív és nagyszabású műveket készített Rót Miksa. Rót a maga idejében igazi celeb volt, és nem csak Magyarországon volt híres, hanem valóban világszerte. Így például abban a korban az összes világkiállításon részt vett, és az első alkalommal nyert csak ezüstöt, utána folyton aranyérmet, annyira, hogy a végén megkérték, hogy már inkább a zsűribe legyen, hogy másnak is hathassanak. Ezen kívül például Mexico Citybe, az ottani Teatro Nacionalba készített egy 2004 négyzetláb, tehát 160-170 négyzetméter nagyságú gyönyörű üvegkupolát, és a színpad köré mozaikot, amit Maróti Gézával együtt csináltak, meg Maróti Gézáról esetleg azt érdemes tudni, hogy az unokáját úgy hívják, hogy Bródi János. De hát a holland királyi palotába, Hágába is van Rót Miksa alkotás, és van Rót Miksa alkotás ezen kívül a budapesti parlamentben, a zeneakadémiában, és számtalan polgárlakásban. Ez itt, ez a kép, például Neumann Miksa bankár házába készült, annak is a gyerekszobájába. Neumann Miksának három fia volt, és otthon mind a három fiúnak adtak egy-egy jelet, úgy, mint most az óvodába. Ott van a cica, a nyuszi és a kakas. A feleséget, az anyukát Margitnak hívták, akinek ugye három fia van, tehát három Margaréta, az az anyukát jelképezi ott fölül, és ez az ablak talán azért is érdekes az ide látogató nagyon fiataloknak, mert hogy az, aki a cica jelképezett, az Neumann János, a számítógépnek az atya, vagy az egyik atya, aki ezt nézte gyerekkorába, és tréfából azt szoktuk mondani, hogy ha nem ezt nézi, akkor biztos soha eszébe nem jutott volna, hogy ma eljussunk oda, hogy van Facebook, meg minden egyéb. Rót Miksa nem csak üvegfestő, hanem mozaik művész is volt. 1896-ban kiment Olaszországba, Velencébe, és kitanulta a mozaik készítést. Ez akkor teljesen megdöbbentő újdonság volt, hiszen a mozaikokat az olaszok készítették, ez egy megkérdőjelezhetetlen dolog volt. Kétféleképpen, vagy elkészítették a mozaik képet, fölragasztották, fordítva egy nagy papírra, azt, mint egy szőnyeget fölhentergették, elhozták az adott országba, és az előkészített falra, úgy, mint mi most mondjuk a fürdőszobába a csempét, fölrakták, vagy ha valaki rettenetesen gazdag volt, akkor az idehozatott két-három olasz mozaik készítőt, és a helyszínen készítették el. Csak hogy Rót kitanulta a mozaik készítést, és innentől fogva már ő volt az európai mozaik készítésnek az egyik legelismertebb szereplője. Ez a kandalló, amit itt látnak, egy mozaik díszítésű kandalló, 1904-ben Amerikában a San Luis-i világkiállításon nyert, amit gondolnak, mit, hát persze, hogy aranyérmet. Többet is készített belőle Rót Miksa, szerencsére ez az egy itt maradt. De Rót Miksa nem csak hagyományos mozaikokat készített, hanem megújította a mozaik készítést, annyira, hogy utána évtizedekig az ő szabadalma alapján készítették a mozaik egyfajtáját, méghozzá azt, amit a Hold utcai posta takarék pénztár épületén látunk. Ezt az épületet Lechner Ödön tervezte, ő az, aki például az Iparművészeti Múzeumot is, vagy a Földtani Intézetet tervezte, és Lechner azt mondta Rótnak, hogy ő szeretné mozaikkal díszíteni ezt az épületet, de
A mozaik az nagyon nehéz, mondta, hiszen eddig csak olyan volt, hogy az fal egyik végétől a másikig tartott végig a teljes mozaik dísz. Mondta, hogy ő ezt ilyen könnyedebben szeretné. Tehát technikailag ez addig nem volt megoldva sehol, és akkor Ruth Miksa kidolgozta és szabadalmaztatta az úgynevezett szabad kontúrú mozaik készítést, és ahogy mondtam, évtizedekig mások is utána a világban ezt használták. Ezért aztán ő az olasz királytól az egyik igen magas kitüntetést nyert el, sőt egymás után kétszer is, de azért, mert mást is újított a mozaik készítésben. Ruth idejében körülbelül így néztek ki a mozaikok. Meglehetősen hagyományosak voltak, és alig változtak ahhoz képest, amit mondjuk 500 vagy éppen 1000 évvel előtte készítettek. Viszont Ruth azt mondta, hogy hát az nincs törvénybe írva, hogy a mozaiknak azonos méretű kis üveg vagy kőkockákból kellene készülnie, és egyáltalán az se, hogy egyetlen fajta anyagból. Ezért elkezdett tifani üvegeket beleépíteni a mozaikokba, különböző nagyságú darabokból építeni föl a képet, és egyáltalán a szecesszió motívum kincsét és a szecesszió által kedvelt indázó vonalakat vitte föl magára a mozaik képre is. Sőt, aztán azt csinálta, hogy egyszerűen kilépett a térbe, a síkból, tehát a Tudás fája című mozaikba olyan almákat rakott bele, amik már nem a síkban voltak, hanem a térbe léptek ki, ezeket pedig a pécsi zsolnai gyárnak az Eozin mázával, amit Varta Vince és Zsolnai Vilmos ekkoriban dolgozott ki, díszítette, mert ettől sokkal titokzatosabb, sokkal vonzóbb volt az az alma, amit Éva utána megetetett Ádámmal. Ruth Miksa és Zsolnai Vilmos azt is gondolták, hogy hát, ha lehetne egy nagyobb szeletet kihasítani a világban a mozaik alapanyag gyártásból, mert nem csak a mozaikokat készítették az olaszok, hanem a mozaik alapanyagát is, az üveget, vagy esetenként a márványt. És azt mondták, hogy miért ne lehetne porcelánból is ilyen lakásokon belül használható mozaikot készíteni, és olyan porcelán alapot, amiből a mozaik képek összeállíthatóak, hiszen a eozin máz kellő szakértelem mellett bármilyen színné varázsolható. És akkor több ilyen mintadarabot készítettek, mint mögöttem ez, amit a magyarok tulipános mozaiknak mondanak, de igazából ezek palmetták, tehát sokkal régebbi motívumok, amihez hasonló egyébként a parlamentbe, a miniszterelnöki dolgozószobába is került. Ezzel a kísérlettel valóban megújították volna még inkább a mozaik technológiát, azonban Zsolnai halála után ez már nem folytatódott, ezért csak nekünk van itt ilyen darabunk, úgyhogy érdemes eljönni megnézni a Ruth emlékházba. Ruth Miksának vannak zsinagógákba készült alkotásai is, de viszonylag kevés. A közhiedelem szerint például a szegedi zsinagógának a kupoláját és ablakait ő készítette, de ez nem így van. Ezt az ő testvére készítette, Ruth Emánuel, aki furcsa módon magyarosította a nevét, de nem a Ruthot, hanem az Emánuelt, és ezért ő Ruth Manó néven dolgozott. Nos, Lőv Imánuel a szegedi zsinagóga építéséről készített kis könyvében három helyen is leírja azt, hogy az üvegeket az ifjabb Ruth, a Manó készítette, de hogyha elmegyünk például Szabadkára, akkor a szabadkai zsinagóga üvegablakait már Ruth Miksa készítette. De miért készített kevés ablakot zsinagógákba Ruth Miksa? Hát azt hiszem, hogy itt a Cherchez la femme az, amire oda kell figyelni. Ugyanis 1896-ban egy hatalmas, élete végéig lángoló szerelembe esett Valla Józsefával, ez kölcsönös volt,
aki katolikus volt, ezért Rót Miksa az esküvő előtt katolizált, és innentől fogva nem nagyon kapott megrendelést zsinagógákba, mert zsinagógába készítetett üvegfestményt zsidó vallású vagy nem zsidó vallású, de a zsidó vallását ott hagyó üveges mester csak a legritkább esetekben. De ő valla Józsefa, akinek az apja egy Magyarországra bevándorló, a mai szóval azt mondanánk, hogy migráns, akit akkor sok szeretettel fogadtak, és aki hihetetlenül sokat tett azért, hogy az ország felvirágozzon. Egy időben Budapesten virilista volt, ez azt jelenti, hogy a legnagyobb adózók között volt a papa, ugyanis neki egy cement és padlólap gyára, valamint építő üzeme volt, és rendkívül komoly munkákat végeztek. Az ő lánya volt Josephine, akivel Rót Miksa hallatlanul boldog házasságban élt haláláig 1944-ig. Rót Miksa 44-ben halt meg, azonban nagyon zavarba jövök, ha megkérdezik, hogy ő a vészkorszak áldozata volt-e. Azért jövök zavarba, mert mind a kettőre lehet, mind a két szóval, az igennel is és a nemmel is lehet válaszolni. Ugyanis ő ekkor már 79 éves volt, és beteg volt 1944-ben, csontrákja volt, viszont még élt, és erős volt, és noha már nem volt hajlandó sárga csillaggal kimenni az utcára, de még ereje teljében volt. Egyetlen egy napig. Amelyik napon megtudta, hogy a legeslegkedvesebb unokaöccse, nővérének fia, Elek Artúr, aki többek között a Nyugat című folyóiratnak volt a szerkesztője az első számtól az utolsóig, 57 éves korában behívót kapott munkaszolgálatra. Már eleve a kor miatt ezt nem lehetett volna megtenni, ráadásul Artúr kicsi kora óta nagyon-nagyon erősen sántított, tehát kit érdekelt ez Magyarországon a vészkorszak idején? Hát Elek Artúrt igen, aki a bevonulás előtti éjszaka öngyilkosságot követett el. Amikor ezt Miksa megtudta, akkor pszichikailag összeomlott. Onnantól fogva gyakorlatilag nem evett, nem ivott, nem beszélt, az ágyból is éppen, hogy csak kikelt, gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy föladta az életet. És így halt meg 1944 nyarán. Így nem kellett azt megérnie, hogy itt az utcában a többi zsidót, a nyilasok összeszedték és levitték a Dunapartra. Így megtette Magyarországnak azt a szívességet, hogy ő még természetes halállal halt meg, és nem kell azért szégyenkezni ennek az országnak, amit a többi ezrekkel, vagy akár Richter Gedeonnal tettek meg. Ezért aztán Rót Miksa történetéről évtizedekig nem szóltak egy szót se arról, hogy ő neki bármi köze lett volna a zsidósághoz. Sőt, mi több, volt egy művészettörténész, aki az Iparművészeti Múzeumnak is igazgatója volt egy ideig, aztán pedig a Népszabadság lapnak volt a lapigazgatója, aki miután én közzétettem Miksának, meg az egész családnak a születési dokumentumait, azután írásban közölte velem, hogy ez hülyeség, ő mást hallott, ő azt hallotta, hogy Rót Miksa nem is zsidó. Lehet, hogy ő ezt hallotta, de hogy ez a születési anyakönyvi kivonatokat, a vallási papírokat és minden egyebet miért cáfolna, azt nem tudom. Ennek ellenére abba a labba többször álrokonokat írtak Rót Miksának. De vannak-e leszármazottak? Sajnos már nincsenek. A három gyerekének összesen egyetlen egy gyermeke
született egy fiúk, Zoltán, aki 56-ban kiment Amerikába, ott is család nélkül halt meg néhány évvel ezelőtt. Ezért a Róth Miksa ága mostanra teljesen megszakadt, és nincsenek már leszármazottai, de hát a művei legalább itt vannak még velünk, és bízunk benne, hogy nagyon sokáig így lesz.